Margaréta vagyok, a Veszprém Balaton 2023 legfiatalabb munkatársa és egyik projektmenedzsere a Nemzetközi Kapcsolatok és Programfejlesztés osztályáról. Én eddig Kanadában éltem és tanultam, viszont úgy hozott a sors, hogy 2010-től 2014-ig itt lakhattam Veszprémben. És most az elsőkörös egyetemi tanulmányaim után ismét ide költöztem, hogy részt vegyek az AKF előkészületeiben, és őszintén szerintem ennek a projektnek köszönhetően szerettem újból bele ebbe a városba és ebbe a gyönyörű környékbe. Múlt nyáron amúgy már gyakornokként csatlakoztam a csapathoz, hogy más Európa kulturális fővárosainak a fenntartható programjait megvizsgáljam, és hogy külföldi környezetvédelmi és innovációs jó gyakorlatoknak utána járjak. Most többek között én vagyok az egyik felelőse az úgynevezett fenntartható LKF programfejlesztésnek, ami egyben nagyon sokrétű és ráadásul nagyon izgalmas is, úgyhogy mesélek is egy kicsit róla. Ez a projekt az LKF egész működését letakarva egy olyan fenntartható rendezvényszervezési módszertant és szervezeti üzemeltetést fog biztosítani, ami remélhetőleg pozitív és hosszú távú környezeti és társadalmi hatást fog gyakorolni Veszprémre és a térségre. Így, mint LKF, nyíltan tudjuk majd vállalni azt, hogy egy bizonyos környezetvédelmi szintet elérünk az összes kulturális eseményünkön. Többek között egy szempontrendszert dolgozunk ki szakmai segítséggel, amiben konkrét környezeti vállalásaink mentén fejleszthetjük a programjainkat, és ezeket a feltételeket egy kézikönyv formátumban fogjuk kiadni majd, hogy a partnereink is ugyanolyan minőségben hozzá tudjanak járulni a környezet megóvásához, mint az LKF belső csapata. Egy monitoring rendszert is ki fogunk alakítani, hogy az összes fesztiválunk és rendezvényünk után tudjunk tanulni az összegyűjtött adatainkból. Másrészt, hogy tovább tudjuk fejleszteni a környezetbarát stratégiánkat. Fontos szempont nálunk az is, hogy minél több helyi gyártót és termelőt vonjunk be a programunkba, hiszen ezáltal tudjuk támogatni és fejleszteni a regionális és országos gazdaságot. Ennek a relevanciája és jelentősége talán sajnos a jelenlegi vészhelyzetben még nyilvánvalóbbá vált. Már egy jó ideje az is szembetűnő, hogy mennyire törékeny az ökoszisztémánk. Igazából túljutottunk azon a ponton, hogy csak félig meddig foglalkozzunk ezzel a témával. Ideje, hogy ne csak látszólagosan legyen valami környezetkímélő vagy zöld, hanem hogy tényleg komolyan átgondolt és tudatos döntéseket hozzunk bármiben, ami a környezetre hatást gyakorol. Ezeknek a gondolatoknak a mentén született meg a fenntartható adatbázis projektünk. Ennek igazából az a célja, hogy egy olyan adatbázist építsünk fel, ami majd hasznunkra válhat bármilyen olyan LKF rendezvény szervezése során, amelyet helyi és fenntartható termékekkel vagy környezetbarát szolgáltatásokkal akarunk ellátni. Ez az információ nem csak a Veszprém Balaton 2023 csapata számára lesz hasznos, hanem bárki számára nyilvános platform lesz, így remélhetőleg megkönnyítjük az információ áramlását, amikor helyi fenntarthatóságról van szó. Ennek a kialakításában viszont a ti segítségeteket kérjük, mivel mi tudjuk, többségben és egységben az erő. Elsősorban olyan cégeknek az elérhetőségeit várjuk, akik fenntartható szolgáltatásokat nyújtanak, zöld rendezvénykellékeket gyártanak, vagy akár környezetbarát anyagokat állítanak elő. Szóval, ha bárki tud ilyen cégekről, az legyen szíves, vagy ennek a posztnak a kommentjeiben, vagy az lkfabc@veszprémbalaton2023.hu e-mail címre küldje be az általa ismert cég vagy gyártó teljes nevét, egy elérhetőséget, a cég székhelyét, és hogy mivel foglalkoznak, valamint hogy a tevékenységük miért is kapcsolódik az ökológiai fenntarthatósághoz. Köszönöm a figyelmet, és már előre is köszönöm a beküldéseket, már alig várom, hogy együttes erővel megzöldítsük a Veszprém Balaton 2023 programjait, és nagyon remélem, hogy mindenki vigyáz magára, egymásra és a környezetre.